Hiába zajlik éppen a napokban a 23. Jászvilág találkozó Jászladányban, ahol 38 Jász és elszármazott Jásztelepülés delegációja, illetve több ezer ember gyűlt össze megünnepelni a Jász identitást. Sajnos nem ez került az országos média látókörébe, hanem a térség egészségügye. Megjelent ugyanis országos hírportálokon, hogy nyárra bezár a Szent Erzsébet kórház, vagy annak legalábbis osztályai. Az Index, a 24.hu a nők lapja, a Blik és még számos országos médium közölt részleteket a Szoljon.hu hírportálon megjelent cikkből, melyben Sinkó Róbert főigazgató közli, hogy az általános orvos hiány és a nyári szabadságolások miatt az évente megszokott ágyszám csökkentésekre kényszerülnek. Időközben stábunk egy jelzberényi rendezvényen reagálásra kérte a főigazgatót. Egy ö, ajándék Adakozó napon kérdése, elmondtam néhány dolgot, ami gyakorlatilag a kórház működőképességnek a garanciája, és az, hogy ez egy nyilvánvaló olyan álhír terjesztő hogy generáló cikk sorozat jelent meg egy eredeti kijelentéseimmel mert kiforgatva, ami, ami, nyilván azoknak a, az oldalaknak érdekes hír lenne. Nem, a kórházunk továbbra is működik, és nyilván egy olyan bizalmi elven alapuló ellátás vagy szolgáltatás, mint például az egészségügy, nem szerencsés, hogyha kiforgatják a szavainkat, vagy bármelyikünknek a szavát, aki az egészségügyben dolgozik. Nem erről van szó, tehát nyáron kell Kevesebb beteget látunk el, ilyenkor több nővért orvos tudunk elküldeni, hiszen nyár van, szabadságolása. Minden évben így történik, tehát semmi új nincsen. Nincsen kevesebb orvos, kevesebb nővér, mint másfél évvel ezelőtt, amikor a kórházhoz kerültem. Vannak létszámgondok, nyilvánvaló, mint mindenütt az egészségügyben. Az ideálishoz jó lenne közelíteni, és ugye az is kimaradt ezekből a cikkekből, hogyha tíz évvel ezelőtt, vagy még korábbi kormány megkezdte volna azt a béremelési sorozatot, amit a jelenlegi kormány nyújt, akkor nem tartana itt a hiány. Sinkokári Robert főigazgató szerint ezekkel a cikkből kiragadott féligasságokkal riogatják az embereket. Igaz, hogy létszámhiány van, amit nagyon nehéz megoldani, és ehhez kapcsolódik még a szintén nehezen megoldható szabadságolás. De minden esztendőben előfordul ettől függetlenül, hogy osztályonként ágyakat függesztenek fel a nyári időszakban.